Gyorsan fog menni az emberek beoltása, mert már készen van az oltási terv. Több mint két hónapja december közepén beszélt erről a miniszterelnök az állami rádióban. Hogyha most egy hétvége ad kellene mindenkit aki szeretné beoltani, akkor arra képesek lennénk. Tehát ma egy általános, országos, egy-két nap alatt történő teljes átoltásnak a föltételei megvannak, az oltási tervünk rendelkezésre áll. Aztán kiderült, mégsem lesz ilyen gyors a tömeges oltás. Ezzel szembesült az operatív törzs mai ülésén a miniszterelnök. Az állami rádióban pedig azt is elismerte, a szervezésben jelentkező problémák miatt a teljes rendszert le kellett állítani. Az egész rendszert most meg kellett állítani, ma reggel ezt el is döntöttük. A miniszterelnök az okokról is beszélt. Szerinte az a baj, hogy nem stimmelnek az oltási rendszerben nyilván tartott adatok. Azt mondta, már dolgoznak a hibák kiavításán. Az adat alapú oltási szervezésnek vannak problémák. Ezeket most ki fogjuk javítani. Ma, ma erről döntöttünk, hogy egy külön operatív kis csoport feláll, hogy ezeket kiavítsa. Az oltási munkacsoport vezetője néhány órával ezután ugyanakkor azt mondta, minden rendben. Az elmúlt órákban néhány dezinformáció látott napvilágot, ezért szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy az e hétre tervezett oltási programunk ütemesen és jól halad az oltási terv végrehajtásának megfelelően. Aztán ő is azt közölte, a hétvégén 74 ezeren nem kapják meg az oltást, amire előjegyezték őket. Drámai és azt gondolom minden magyar embernek a bőrére megy most már. Az ellenzék hatpárti Covid bizottságának mai ülése után tartott sajtótájékoztatón több politikus is arról beszélt, a kormány felkészületlensége okozta a káoszt. Egészen elképesztő, hogy egy éve itt él velünk ez a vírus, és a magyar kormány arra nem képes, hogy az oltási tervet, illetve a beoltandó magyar állampolgárok adatait egyáltalán kezelni legyen képes. A demokratikus koalíció felelősségre vonást követel. A DK szerint példátan összeomlás nem maradhat következmények nélkül. Orbán Viktor nevezze meg és mondassa le az összeomlás személyi felelősségét, ezek után ez a minimum. Kerestük a kormányt, szerettük volna megtudni, hogy van-e személyi felelőse annak, hogy leállt a tömeges oltás az AstraZeneca oltóanyagával, de sem a kormányzati tájékoztatási központ, sem a miniszterelnök sajtóstábjának vezetője nem válaszolt a kérdéseinkre.